Szia! Hát igen, újra itt vagyunk a Kármán laboratóriumban. Miklós, van még olyan forgó kis jelet, amit nem láttunk és létezik a világon, és itt a laboratóriumban prezentálni tudjátok kis modellben? Abszolút. Például, amit ma mutatunk neked, az egy olyan kísérlet, amiben abban úttörők vagyunk ebben a laborban, hogy ezzel a kísérleti elrendezéssel modelleztünk először laborban klímaváltozást. Hát ez nagyon jó pofa, egy nagyon leegyszerűsített modell, de mégis meglepően sokat lehet belőle tanulni. Gyere, nézzük! Légköri áramlásokat tanulmányozunk ennek a forgó szerkezetnek a segítségével. Miklós most is beavat minket természetesen, hogy mit kell tudni erről. Ez a nagy beavatás, ez képzeled el, hogy az elsőként be kell, hogy javassalak abban, hogy ebben a kísérletben legalábbis a föld lapos. Mindig is tudtad, ugye? Gondoltam. Na ugye. De ez csak egy közelítés, mert a fizikusok rátekintenek mondjuk a Földre képzeletben, mondjuk képzeljük el, mintha lenéznénk egy űrhajóról, mondjuk úgy, hogy éppen a Föld északi sarka fölött repülünk át, de jó messziről. Lenézünk, mit látunk? A Földet, ami ugye egy golyó, de onnan csak egy korongnak tűnik, és a korong közepén hideg van, mert hogy ott van az északi sarkvidék, és a korong szélén meleg van, ott van az egyenlítő. Tehát van egy hőmérséklet különbség a kettő között. És az egész ráadásul nem által forogni is. Tehát ez a Föld. Most az az állítás, hogyha van egy olyan rendszer, amiben van egy hőmérséklet különbség és forog, akkor ez időjárásszerű áramlási rendszereket, vagyis időjárási helyzetekre jellemző dolgokat, ciklonokat, anticiklonokat és egyedeket fog nekünk eredményezni, ha jól beállítjuk. Most pont ezt csináljuk itt is, ez egy forgótartály, olyan, mint egy ilyen korongozó asztal, vagy micsoda, de látjátok, hogy itt két henger van, amik részből vannak, a rész az egy jó hővezető, a belső hengerben hideget csináltunk, ez egy hűtőtermosztáttal hűtünk itt egy vizet, ami itt van bánk. Ez a hátad mögött levő cucc, ez egy tulajdonképpen egy hűtőgép, de egy programozható hűtőgép, tehát egy hideg vizet keringetünk itt. Tehát itt a belső hengerben hideg van, itt a külső hengeren kívül pedig meleg van, hiszen itt meg egy melegítő termosztát van. Mi szabályozzuk a hőmérséklet különbséget. És középen van maga a légkör modell, ami nem más, mint víz. Tehát 5 cm vastagon vízzel föl van töltve a belső henger, amit tehát egyik oldalról hideg ér, mintha az északi sarkhoz közelebb esne, a másik oldalon meleg, ott van az egyenlítő, és forog az egész. És hát ez történik az északi félhőben. Hát lehet, hogy egyik félhőben is, csak akkor forgatást ezt fordított nem csinál. Na most, hogyha nem forogna, akkor mi lenne? Akkor az lenne, hogy a hideg oldalon a víz az lesüllyedne szépen, mert ugye átveszi a hideget, és akkor megnő a sűrűsége, tehát nem. Meleg oldalon pedig fölemelkedik a víz hasonló módon, tehát akkor egy ilyen cirkuláció alakulna ki, egy konvekciós szemetűnek. Éppen egy ilyen úszó gumi alakban áramlanak körbe-körbe a folyadék. Ezt megbolondítjuk egy kicsit azzal, hogy a rendszer forog, tehát bejön a Coriolis erő a képbe, hiszen a dolgok maguktól egyenes vonalú egyenletes mozgást szeretnének végezni, mint ezt már Newtontól is megfordultuk, de közben az egész rendszer forog, tehát az együttforgó rendszerből úgy tűnik, hogy ami egyenesen megy igazából az inercia rendszerhez képest, az valójában elkanyarodik. Mondja azt, aki a Földről nézi. Például egy ember, aki nézi, és azt nézi, hogy na hát, ott jön egy kerek felhő, egy nagy ciklonrendszer. Na de hát miért kerek ez a felhő? Mert a Coriolis erő begörgíti azokat az áramvonalakat, amik amúgy egyenesen szeretnének lenni. És egyébként itt jön be a képbe a forgatás. És ez a forgatás az, ami lehetetlenül elbonyolítja az egészet, tehát emiatt nagyon nehéz előrejelezni, hogy például egy szennyezés merre fog terjedni a légkörben. És ezt most kipróbáljuk, hogy például csinálunk egy kisebb nukleáris balesetet, vagy egy vulkánkitörést, megint a kedvenc cuccunkkal, a kék éppenetes fogja, egy helyen a forgó földbe ide bele spiccelek, megfigyelhetjük, hogy hogyan terjed szét. Na most, hogyha nem forogna, akkor tudjuk, mi történne, tehát egy pohár vízből belenyomunk egy kis festéket, akkor szépen egyenletesen minden irányba szétfedjen. De ehhez képest itt meg teljesen más történik, látjuk, hogy elnyújtott kacsok mentén terjed szét a festék, olyan helyeken, amik a befecskendezés eredeti helyéhez több közel voltak, oda nem jut el a festék.
De más helyeken meg már addig a festék már látható meg is kerülte a félföldet. Tehát egyáltalán nem minden irány szerint ugyanúgy terjedt szét a festék, hanem teljesen nehezen előrejelezhető módon, és mondhatjuk is, hogy amit itt ezt kirajzol az a festék, ez egy fraktálnálma tulajdonképpen. És ezért aztán arról van szó, hogy, hogy például amikor a csernobili baleset történt, nem véletlen, hogy mi ugye sokkal közelebb vagyunk Csernobilhoz, mint például a skandináv félsziget, és először mégis ott észlelték a sugárzási felhőt, itt pedig nem, hiszen éppen nem arra terjedt a dolog. De ha a föld nem forogna, akkor ez az egész nem lenne. És vannak olyan dolgok, amik nem forognak, és ennek megfelelően nagyon unalmas is az időjárás, mert most például lelassítjuk a forgást, egészen meg is állítjuk, akkor eljutunk egy olyan bolygóhoz, mint a Vénusz. A Vénusznál az a helyzet, hogy 243 földi nap alatt fordul meg a tengelye körül, vagyis nagyon lassan forog, tehát ott nincs is ez az eltérítő hatás, ez a Coriolis erőn, és ennek megfelelően valóban tök egyenletesen el is osztott a festék, látjuk már, nincsen benne semmi szerkezet, a Vénuszon unalmas az időjárás. A Földön persze nem. És ebben az eredetésben klíma változást is tudunk modellezni, hiszen ezekkel a termosztátokkal mi el tudjuk játszani azt, hogy az egyenlítő és a sarok közti hőmérséklet különbség egyre csökken. Mint ahogy ez a Föld esetében is történik a felmelegedésben, és itt megvizsgálhatjuk, hogy az milyen következményekre vezet a ciklonok, anticiklonok, vagy éppen a szennyeződés terjedés tekintetében. Hogyan fejlődik egy klímamodell, vagy egy légköri változás modell, azon túl, hogy nyilván nő a számítási kapacitás és a technikai infrastruktúra az a modern korban a technikai fejlődéssel együtt fejlődik, de ahogy mondtad, ez egy nagyon bonyolult rendszer, tehát sok paraméter van, ami befolyásolja és a végkimenetel képes. Úgy fejlődik egy klímamodell, hogy egyre több paramétert tudunk figyelembe venni, ami még közel játszik, és a modellbe azt is beírjuk. Mindenképpen kétféle, a számítógépes klímamodellekről beszélve, tehát nem ezekről, kétféle módon lehet fejleszteni. Vagy azt, amit mondasz, hogy egyre több paramétert veszünk bele, vagy pedig a felbontást finomítjuk egyre. Na most, a felbontás finomítása az olyasmi, ami az egy igazi, egy számítógépes finomodás soha nem fogja elérni azt, mint ez a kísérlet, hiszen gyakorlatilag igazi folyadékkal dolgozunk, ez olyan, mint egy analóg számítógép, tulajdonképpen még végtelen felbontással modellezünk, ha úgy tetszik. Természetesen a hátránya ennek a kísérletnek viszont, hogy itt sokkal kevesebb paramétert tudunk modellezni, itt csak a forgatást, meg a hőmérséklet különbséget tulajdonképpen, pedig van rengeteg más paraméter. A predikciókat tekintve, hogyha hosszabb távon jósolunk, akkor csökken-e ezeknek a modelleknek a pontossága? Vannak olyan tudományterületek, ahol mondjuk, hogyha egy nagy egészként tekintünk rá egy rendszerre, mondjuk közgazdaságtanba, akkor a gazdaság az könnyebben feldolgozható. Itt hogyan működik ez? Hasonlóan, tehát nyilván az előrejelzési pontossága az exponenciálisan csökken a távolsággal, az időbeli távolsággal, tehát magát az időjárás előrejelzést ezt nem véletlen, hogy nem lehet három napnál hosszabbra jelenleg komolyan venni, és hogyha duplájára növeljük a számítógép kapacitásunkat, vagy a modellek érzékenységét, akkor is csak éppen, hogy egy picivel tudunk jobbak lenni ennél, tehát mondjuk óriási nagy előrelépés lenne 3,5 napra, vagy 4 napra kitolni a jóslás pontosságát, éppen amiatt, hiszen nagyon érzékenyek a jelenségek, a kezdeti feltételek pici különbségeivel az ilyen rendszerekben. Tehát ez a pillangó effektus, ha úgy tetszik, tehát nagyon kicsi különbségek a bemeneten, azok a kimeneten hosszú távon nagyon nagy különbségeket okoznak, és hát vannak olyan rendszerek, amik nem ilyenek, ilyen stabil, lineáris rendszerek, azok nem ilyenek, de például a klímadinamika és az időjárás az abszolút ilyen, és egyébként persze szerintem a közvetlenségben is. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy az előrejelzések pontosága az nagyon lerövid, akár az időről, akár a klímáról beszélünk. A klíma az az időnek egy valamilyen értelemben vett átlagos viselkedése, de ez sem egy triviális kérdés, hogy milyen értelemben kell átlagot számolni, szóval bonyolult az egész, de igen, alapvetően az a probléma, hogy sokkal nehezebb, mondjuk sokkal nehezebb kétszer olyan messzire látni, sokkal többször nehezebb, mint kétszer. Tehát legalább 100-szor olyan nehéz kétszer olyan távra jósolni, mint egyszer adott időmennyiségre. Szóval ez az a probléma. De azért gondolom, vannak olyan kiemelkedő globális hatások, mint mondjuk a globális felmelegedés, vagy ha jönne egy jégkorszak, azt mondjuk lehet, hogy látnánk előre nagy időtávból is.
Hát ez a kérdés, hogy ezt tudjuk látni, de nem tudjuk látni. Tehát ezek nem olyan, mondom, ezek olyan rendszerek, hogy a kis különbségek nagy különbséget eredményeznek, ami akár egy millió éves skálán természetesen jelentheti azt is, hogy jégkorszak lesz-e vagy szárazság. Nem egyértelmű dolog. A jégkorszakok esetében van egy kvázi periodikus valami, tehát kb. Lehet látni, mintha 100 000 évente jönne mostanában egy jégkorszak, de például ennek meg nem értik a fizikáját, és az is igaz, hogy korábban meg nem volt ez, tehát ez a 100 000 éves ciklus, ez néhány millió évvel ezelőtt elkezdődött, de azelőtt meg nem volt, és ezt például egyáltalán nem értük teljes egészében, hogy mi lehet a történet, több elmélet van, úgyhogy itt most nagyon óvatosan fogalmazni. Visszatérve a forgórendszerhez, ugye mondtad, hogy két dimenzióban tudjuk ezeket itt vizuális úton figyelni, de azért gondolom kiterjeszthetők arra a rendszerre, amiben élünk, ezek az eredmények, amiket itt kapunk. Természetesen. Tehát egyébként ez a modell meglehetően jól modellezi a valódi Földnek az időjárási idősorait, de egyébként meg tényleg is ki lehet terjeszteni a kísérletet. Lehet egy gömb alapú Földet csinálni ugyanezt, csak azzal meg az a probléma, hogy itt a Földön lefelé mutat a gravitáció. Ezért aztán létezik ennek a kísérletnek egy továbbfejlesztett változata, amit a volt németországi kollégáim üzemeltetnek a távirányítással a nemzetközi űrállomás felérzetén. Ott egy gömb alakú földmodell, ez a GeoFlow kísérlet, éppen magma és légköri áramlásokat modelleznek egy olyan gömbszerű geometriában, ami ott lehetséges, hát mi ezt itt nem tudjuk megcsinálni, ugye érthető okok miatt. Amikor vízzel vagy folyékony közeggel modellezünk egy légköri jelenséget, vagy mondjuk egy olyat, ami gáznemű, akkor mennyire egyértelmű a megfeleltetés, mondjuk ki kell cserélni egy állandót egy egyenletbe, vagy ennél azért bonyolultabb? Itt az a helyzet, hogy a nagy léptékű áramlásokat elég jól leírja kettő mértékegység nélküli paraméter kombináció, tehát nem azt számít, hogy milyen gyorsan forgatjuk a tartályt, meg mekkora, meg milyen anyag van benne, meg mekkora hőmérséklet különbség, hanem ezekből lehet alkotni ilyen mértékegység nélküli, vagyis dimenziótlan arányszámokat. Ezeket egyébként Rossby számnak, meg Taylor számnak hívják, de mindegy is. A lényeg az, hogy valóban lehet ezekkel játszani, és így lehetséges beállítani akár egy földi légkörnek, akár egy földi óceánnak, vagy akár más naprendszerbeli bolygóknak megfelelő állapotok. A modelljeit, úgyhogy az tényleg ne csak egy ilyen kvalitatív hasonlóság legyen, hanem tényleges, szigorú értelemben lett matematikai hasonlóság is. Köszönjük a betekintést a forgó rendszerbe és a légköri modellezésbe. Nagyon szívesen.